Népi dalok, mondókák segítségével tanulnak a gyerekek Kakasdon a faluházban. Ez a fajta módszertan, amit itt bemutatnak a néptánctáborban, nagyon hatékonynak bizonyul, főleg a kicsiknél. Az élvezetes játékok során elsajátítják még a nehezebb táncokat is. A gyerekek megtanuljanak játszva táncolni, és nagyon sok kreatív dolgokra és táncra képesek így, és egyáltalán észre sem veszik. Ilyenek például a színek, például tudják, hogy a zöldre tititázni kell, a kékre pedig lábérinteni, úgyhogy úgy fejlődnek, hogy észre sem veszik. A gyerektábor legfőbb célja, hogy közösségben legyenek a fiatalok, ne csak a mai kor játékaival, mint a tévé, számítógép foglalkozzanak, hanem az együtt játékokkal eltöltött idő során fejlődjön a fantáziájuk, ügyesedjenek. Hogy ez az a hely, ahol nincs telefon, nincs számítógép, nincs semmi, hanem együtt vagyunk, és a tegnap is azt vettem észre, hogy egy ilyen, rákötött a János egy üvegre egy ilyen hosszú kötelet, és az a játék, ami így körbe is ugrálni kell, hogy mekkora örömmel csinálták, és eszükbe se jutott, hogy otthon várja őket a számítógép. Ez a legfontosabb szerintem. Meg együtt játszanak, együtt táncolnak. Hát persze, hogy az a hagyományőrzés az én szempontomból, meg szerintem itt a faluba. Emellett a bukovinai székely hagyományok őrzése is kiemelt szerepet kap ezeken a napokon, ahogy a faluban mindig. Népdalköre is van a társulatnak, ahol az idősebbek nem csak a népdalokat, hanem sok más tudást is továbbadnak a kicsiknek.